Egy jubilómi adáshoz én azt gondolom, hogy különleges vendégek dukálnak, hiszen itt van velem Koltai Lajos operatőr, rendező, és Becsei Hál Miklós színész. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Először a Semmelweis filmről beszélgessünk. Tanár úr, az ön filmjeiben általában az emberközpontúság az egy nagyon fontos elem, és értelemszerűen ezek a filmek nagyon gyakran emberi történeteket és kapcsolatokat állítanak középpontban. Ennek alapja miért döntött úgy, hogy Semmelweis Ignác élete is izgalmas lehet az ön számára filmes szempontból? Tehát kaptam egy telefont, teljesen váratlanul azt kell mondjam, Lajos Tamás producertől, aki csak annyit mondott, hogy rendezőt keresek. És akkor mondtam, hogy mégis mihez. És mondta, hogy hát van egy ilyen forgatókönyv, hogy egyáltalán érdekel-e elolvasni. Természetesen érdekelt, és az történt, ami nagyon ritkán velem az életemben, mert én pontosan eléggé követem, hogy mi van Amerikában, és még itt is rengeteg forgatókönyvet olvastam, és nagyon kevés a jó minőségű könyv. És itt egy nagy meglepetés ért, mert az első olvasásra azt mondtam, hogy te jó Isten, ez megvan, ez egy történet, jók a dialógusok, szerethető az egész anyag, sőt, egy kicsit az kömény, hogy izgalmat is okozott, és akkor fölhívtam a Tamást, hogy itt van egy nagy probléma, és hogy mi a probléma, az a probléma, hogy nagyon tetszik. Annyi van, hogy te itt vagy, szerintem már raktárban vagy, te meg hozol még neki valamit, le a lépcsőn. És itt összetalálkoztok. A Miklós megtalálása volt nekem ugye a legnagyobb dolog, mert én tudtam először, hogy lehetem Magyarországon csinálni egyetlen Semmelweis filmet. Amikor már elvállaltam, hogy az hogy van, hogy nincs az a hős, a hordozó hős, ki hordozza ezt a nagyon nehéz szerepet, nagyon nehéz szerep, akkor nem lehet megcsinálni, akkor nem szabad megcsinálni. És akkor jött az életembe a Miklós, és kerülgettem őt így úgy amúgy, és ott csak kiderült, és megjött az a világosság, és ez egyszer van minden film életében, egyszer, hogy igen, ő az, és nem lehet más. És nálam a Miklós ezt történt, hogy akkor tudtam, hogy magamban kimondtam az igen, hogy igen, ő az, attól kezdve tudtam, hogy nem is lehetne más. Miklós, neked milyen érzés volt? Nem csak Koltai Lajos felkérése, hanem úgy önmagában, vagy úgy a kettő együtt, hogy egy ilyen grandiózus film, egy ekkora szerep, egy ilyen nehéz szerep, és hogy Koltai Lajos. Mindrészt köszönöm tanár úrnak a szavait, még mindig jól esnek. Főleg ebben a filmben tanulhattam meg, hogy a kamera előtt egy ezred másodpercre se lehet hazudni. És azt kell mondanom, hogy itt tanultam meg, és tanár úron keresztül, és a kamerán keresztül, hogy a kamera jobban ismer engem, mint én saját magamat. Vissza lehet tanulni az ember életét a kamerán keresztül, és ez egy nagy izgalom. Tanár úr. De mégis. Lovas. Lovas háttér. És ha fölpattanunk mind a hárman, na akkor mi lett? Körülbelül két hete forgattunk már, amikor egészen addig úgy viszonyultam a szerephez, hogy van egy kor, ami tizedeli a nőket és a csecsemőket, mint egy krimi. Rá kell jönnie egy nyomozónak, hogy miről van szó. És aztán bekerültünk a szülőszobába, és tényleg pár hetes csecsemőkkel forgattunk. És megértettem, hogy ez nem egy krimi, hanem Semmelweis minden egyes szüléstél szerelmes lesz. És akármennyire is muffulsz, meg konok, meg öntörvényű ember, de ezek mellé, az emberek mellé, ő örökre elkötelezi magát. Mind a szülőanya, mind a gyerek mellé. És ezek elkezdenek meghalni. Elveszíti azokat az embereket, akiket a legjobban szeret. És elkezd rájönni, hogy saját maga a hibás. Mert rájöttem, hogy nekem nem krimit kell vigyek, hanem meg kell fejtsem, hogy miért veszítjük el ezeket az embereket. Szenvedés, ez volt az egyik lényeg a szerepének. Egy szenvedésen kutatott valamit, csak közben akadályok tömege volt keresztbe. Keresztbe voltak a fadarabok mindenhova, amin át kell lépni, vagy át kell ugrani, valahogy átverekedni. Hogy eljusson odáig, amit végre kezd rájönni magába, de közben, és ami igazán vezette, azt most mondta, amikor az a szeretet, ami az emberek felére, hogy ő tényleg szerette a betegeit, és nagyon sokszor elmondja, és majdnem úgy mondja, hogy azt mondja, na menjen már fenébe, hogy ezt mondja állandóan, hogy magát a betegeinek legjobban. Igen, az érdekli a legjobb, amit kiderül. Hatalmas élmény egy kosztümös filmet önmagában forgatni. Óvatosan közeledek afelé, a kultúrpolitikai törekvés felé, hogy magyar hősöket jelenítsünk meg. Első hallásra azt hinné az ember, hogy példaképeket vagy
példás cselekedeteket kell felvinni, miközben nem a hős tetteinken keresztül tudunk igazán csatlakozni egymáshoz, hanem épp a bukásainkon, meg a botladozásainkon keresztül. Volt egy ilyen nagy magyar viszonylat is, ami engem vonzott ebbe, hogy ne egy példaképet mutassunk meg, hanem egy embert, tényleg egy komplex embert, és ez a legmegnyugtatóbb volt, hogy a tanár úr az első perctől kezdve ezeket a kis részleteket hangsúlyozta nekem, és ebben így kvázi akármennyire is fáj, végtelen fájdalmas szerep, de mégis boldog voltam, hogy csinálhattam. Menjen és cseréljen borogatást ültetni. Azt mondtam, menjen és cseréljen át a borogatást. És a jubileumi adásnak nem csak az az előnye, hogy ilyen fantasztikus vendégeink vannak, hanem az is, hogy egy meglepetéssel és különleges dologgal készültünk, hiszen itt a Schwenkben látható először Semmelweis Ignác életéről szóló filmből egy egyperces előzetes, úgyhogy ezt sok szeretettel ajánlom önöknek, nézzék meg. Hogy is hívják azt a fene gyereket? Kire gondol? Arra magyarra. Kinél olyan sokan akarnak szülni? Maradjanak csendben, kérem! Semmelweis doktor! Mit akar? Milyen embernek ismeri? Olyannak, aki soha nem tartja be a szabályokat. Akinek a dőkitöréseitől rettegnek a bábák és a medikusok. Mint érdekli magát egy idegen nő gyereke? Nem tud aludni? Miért maga tud? 2-3 beteg hal meg naponta. Mindnyáján tudjuk, milyen kellemetlen alak. Inkább elhivatott. Kizártam 6 éves elméletet. És mennyi van még? 100. Lehet. Akkor kizárok még 99-et. Segítsen bebizonyítani az elméletemet. Bizonyítsa! De máshol! Kell meg lenni valaminek.